Topolya község önkormányzata sikeres a pályázati eszközök felhasználásában, emelte ki Szatmári Adrián Topolya polgármestere. A pályázati eszközöknek köszönve tud kiépülni Topolyán a szennyvíztisztító, de pályázati eszközökből fogjuk megvalósítani a valamikori hotelépületének a rekonstrukcióját, valamint az autós kemping a tópart mellett is pályázati eszközökből épült ki. A beszélgetés lehetőséget adott a titkárságnak az önkormányzat lehetőségeinek feltérképezésére is. Pored razgovora o planskim dokumentima, na današnjem sastanku ćemo pričati i o elektronskoj upravi. U nekom prethodnom periodu smo ostvarili izuzetno dobru saradnju sa Kancelarijom za elektronsku upravu i predstavnici iz opštine Bačka Topola su posjetili državni data centar u Kragujevcu. Egeresi Sándor példaértékűnek nevezte azt a munkát, amit Topolya községben a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közösen végez. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, engedjék meg, hogy néhány gondolattal elmondjam azt, hogy ebben a szerepkörben Vajdaság helyzete olyan értelemben pozitív, hogy komoly együttműködésünk volt még a járvány előtt, és a járvány alatt sajnos ez az együttműködés aláfagyott, hiszen sajnos más problémával voltunk és vagyunk elfoglalva, de a jövőt illetően a titkárságnak és titkárnak is olyan elképzelései vannak, ahogy ezt az együttműködést erősítik el, hogy az együttműködés fontos a Vajdaság szemszégéből, szerbiai integrációs folyamatában is, és ebben Vajdaság komoly szerepet tud betölteni. A tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság az idei évben 834 000 dinárt irányzott elő Topolya esetében.